Jó estét kívánok, kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója október 4-én szerdán. A győri Kazinci lett a legjobb nem fővárosi gimnázium. Két ember vert agyon és rabolt ki egy idős asszonyt Tatabányán, és a héten már lehet jegyet venni a jövő májusi női kézilabda Final Four-ra. A részleteket hamarosan mondjuk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. A legjobb 26 európai fesztivál közé került a győri 5 templom fesztivál, Győr egyetlen magyarként került fel a listára. A háztartások pénzügyi helyzetére kíváncsi a KSH. Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében mintegy 25 településen lehet számítani a kérdező biztosokra. Megtartották az első válogató versenyt a fiatal kajakkenusoknak. Ez volt az első lépés a jövő évi argentin ifjúsági olimpia irányába. És marad a tavaszias időjárás sok napsütéssel, adásunk végén jövünk a részletekkel. Az EFE az Európai Fesztiválok Szövetségének kezdeményezéseként idén második alkalommal tette közzé felhívását, hogy a 2017-18-as szezon fesztiváljait minősítse és rangsorolja. A 39 országból érkező pályázatok közül a zsűri döntése alapján tavasszal előbb 715 európai fesztivált emeltek ki, majd ezekből választották ki azt a 26-ot, amely a fődíjért is versenybe szállhatott. Utóbbiak közé itthonról egyedüléként a győri 5 templom fesztivál került be. Az 5 templom fesztivál arra az európai szinten is egyedülálló kuriózumra épül, hogy Újvárosban egyetlen utcában megtalálható mind az 5 történelmi vallás egy-egy temploma. Évszázadok óta együtt élnek békében evangélikusok, katolikusok, reformátusok, szerb ortodoxok és zsidók. Az 5 templom fesztivál ennek a történeti és emberi értékeknek a fontosságára, a kultúrák, vallások, közösségek és egyének közötti párbeszédek felerősítésére és támogatására hívja fel a figyelmet, olvasható az esemény hivatalos honlapján. Ez a küldetés is felkeltette a figyelmét az Európai Fesztiválok Szövetségének, amely a rendezvényt méltónak találta, hogy felkerüljön Európa legjobb kulturális rendezvényének 26-os listájára, és egyben versenyben legyen a fődíjért. A zsűri az indoklásában kiemelte, hogy az európai dimenziók miatt és a kultúrák közötti párbeszéd miatt került az 5 templom fesztiválra erre a listára. Pál Kálmán, az 5 templom fesztivál igazgatója kiemelte, a zsűri döntése az első hivatalos elismerése annak a 12 évnek, amelyet a fesztivál szervezői, a fellépők és a velük együttműködő gyülekezetek megéltek. Mint mondta, igyekeznek mindenkit megszólítani. Mi az ateizmust is várjuk, az európai ateizmust, meg is szokott jelenni az utcákon olykor a konstruktív vitákat, hiszen ők ugyanúgy az európai kultúra részei. Tehát nem zárunk ki, kérdéseket teszünk fel. Mi nem ítélünk, kérdéseket teszünk fel. Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke hangsúlyozta, az elismerés nem csak az 5 templom fesztiválnak szól, az egész magyar fesztivál életet is reflektorfénybe állítja, hiszen a pályázó 39 ország közül mindössze 20-an képviseltették magukat a rangos 26-os listán. És hogy milyen neves társaságba kerültek a győriek a szeptember 18-i brüsszeli gálán? A legnagyobb örömünkre bejutott olyan fesztiválok mellett, mint az Edinburgh-i Fesztivál, a Gdanski Shakespeare Fesztivál, a European Film Fesztivál Szerbiából, az Utrechti Early Music Fesztivál Hollandiából, és egyéb fesztiválok mellett az 5 templom fesztivál is. Kérem szépen, ez nagyon nagy siker. Fekete Dávid alpolgármester a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ezek az elismerések nagyon fontos visszajelzések akkor, amikor a város gőzerővel azon dolgozik, hogy sikeres legyen a 2023-as Európa Kulturális Főváros a pályázaton. A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium lett a legjobb nem fővárosi középiskola a HVG rangsorában. Az iskola a 9. helyet szerezte meg az országos rangsorban. A HVG 2018-as középiskolai rangsorának összeállítói figyelembe vették a 10. évfolyamosok kötelező és egységes országos kompetenciamérés eredményeit, a 2016-os tavaszi közép- és emelt szintű érettségi eredményeit, valamint a középiskolákból a hazai felsőoktatásba 2016-ban felvételt nyert diákok felvételi pontszámának átlagát. Felújítják az MTES székházát Győrben. A 113 éves épületet a Leier csoport vásárolta meg. A valaha kamarai székháznak épült ingatlan északi részéből egy darabot már kibontottak a bérlőknek készülő mélygarázs kedvéért, ezt később visszaépítik. Mártonné dr. Baj Mária ügyvezető igazgató elmondta, a Radnóti iskola szomszédságában a leendő mélygarázs alapját készítik most elő.
Mivel a parkolás megoldatlan kérdés volt a régi székháznál, most lesz egy 250 négyzetméteres mélygarázs és egy udvari parkoló összesen 19 helyjel. Ennek kialakítása után következik a teljes felújítás és modernizálás, és a garázs lehajtó, valamint a kapu elkészültével a folyosói részt is visszaépítik. Gyilkosság megalapozott gyanúja miatt állított elő két embert a tatabányai rendőrfőkapitányság. A rendőrségi közlemény szerint a két férfi vasárnap vert meg és rabolt ki egy idős asszonyt, a nő két nappal később a kórházban hunyt el. A két gyanúsítottat hétfőn állították elő és indítványozták előzetes letartóztatásukat. Gyakorlati továbbképzést szerveztek az ifjúságvédelmi feladatokkal foglalkozó rendőröknek Győrben. Szóba kerültek a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények, a gyámhivatal együttműködése a rendőrséggel, valamint a bűnmegelőzési programokban résztvevők tapasztalatai is. Újra a háztartások pénzügyi helyzetét írja össze a KSH. A reprezentatív kutatás során Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében nagyjából 25 település lesz érintett, így kérdezőbiztosokkal lehet majd találkozni a következő két hónapban például Tatabányán, Tatán, Győrben, Sopronban és Moson-Magyaróváron is. Miből élünk címmel indít 2014 után ismét adatfelvételt a Központi Statisztikai Hivatal. A három évente tartott adatgyűjtés harmadik hullámában az összeírás október 2-án indult, és egészen december 15-éig tart. A reprezentatív kutatásban újra a háztartásokat fogják vizsgálni. 280 kérdező biztos keres föl 345 településen, 15 ezer háztartást, és győzik meg a háztartásokat, illetve az ott lévőket, hogy válaszoljanak a kérdőívre. A válaszoló háztartások eldönthetik, hogy hogyan szeretnének válaszolni. Egyrészt ezt személyesen is megtehetik a kérdezőbiztosoknak. Ők, ha ezt választják, akkor a kérdezők egy laptopba rögzítik a válaszokat, azonban az interneten is válaszolhatnak, ez pedig október 31-ig tehetik meg. A háztartások pénzügyi helyzetéről szóló adatokat összességében fogják értékelni, így nem lesz lehetséges azokat családokra vagy személyekre visszakeresni. A nagyjából 200 kérdéses kérdőív három nagy blokkot érint. Van egy háztartási blokk, ebben a háztartási blokkban kérdezünk rá a reáleszközökre, a háztartás tulajdonában lévő vállalkozásokra, járművekre. Van a pénzügyi rész, a pénzügyi eszközökre vonatkozóan, ez a folyószámlákra, a bankbetétekre kérdez rá, illetve a személy rész, az pedig a háztartástagokról gyűjt információkat, az ő gazdasági aktivitásukról, foglalkoztatottsági helyzetükről, illetve jövedelmeikről. A válaszadás önkéntes, és a hivatal ajándékkal kedveskedik mindenkinek, aki időt szán a felmérésre. Az összegyűjtött eredmények feldolgozása 2018 végére várható. Ingyenesen hívható a Nemzeti Adó és Vámhivatal új infóvonala a 1819-es telefonszámon, ahol a NAV munkatársai minden adózással kapcsolatos általános kérdésre választ adnak. Ezen kívül az év végéig még elérhető a NAV általános tájékoztatási rendszer a régi telefonszámon is. A 1819-es telefonszám ingyenesen érhető el belföldről hétköznapokon. Újra fegyvert ragadtak a Patent Security ügyfelei és a győri közélet szereplői. A résztvevők ezúttal a Magyarorsi lőtéren mutathatták meg, mennyire bánnak jól a különböző típusú fegyverekkel. A cél az volt, hogy egy jó hangulatú délutánon az ügyfelek betekinthessenek a vagyonvédelmi cég munkatársainak kiképzésébe. Kell csinálni egy töltőfogást. Megvolt a lövés, hátrahúzom, erősen ütközésig, visszatolom. Elhúzom a billentyűt. Több mint 100-an ragadtak fegyvert és próbálták ki magukat a magyarorsi lőtéren. A Patent ugyanis idén itt rendezte a már hagyományosnak számító lövész délutánját, ahol a résztvevők idén is szórakozva tekintettek bele abba, hogy hogyan is zajlik a vagyonvédelmi szolgálat munkatársainak kiképzése. Bejutottunk olyan állomásokat is, amelyek hát igazából nem része a kiképzésnek. Gondolok, itt olyan fegyverekkel is lőhetnek a vendégeink, amelyeket mondjuk a filmekben szoktunk csak látni. Karabélya, pumpás puskával és céllövő fegyverekkel is lehetett lőni, de egy taktikai házban is kipróbálhatták magukat a résztvevők, akik csapatokba verődve, több állomáson, körülbelül 10 féle fegyvert vettek a kezükbe. Ez egy 9 mm-es Parabellum, általában ez a legelfogadottabb önvédelmi fegyver. Ő egy XD típusú fegyver, ugyanaz a kaliber,
majdnem ugyanazok a tulajdonságok. Alapvetően a Glocknak, az osztrák Glocknak az utánérzése. 1980-ban az osztrák hadseregnek teljesen új fegyvere lett szüksége a régi Walter PPK-k és a Walter PP helyett, és errefele egy műanyagiparos, Gaston Glock úgy döntött, hogy beszáll ebbe a bizniszbe. Addig ő semmi más nem gyártott, mint bajonetteket és késeket, és megalkotta a Glockot, amelyre azt lehet mondani, hogy forradalmasította a fegyvergyártást. Hátul egy magyar parabellum található, ami a Smith & Wessonnak a kópiája, azt lehet mondani, ugye már nem jogvédett a fegyver, tehát így már mi is használhatjuk. Gyakorlatilag ezzel lőhetnek ebben a lőállásban 10 méterre, körkölös céllapra. Volt olyan, aki most lőtt életében először éles lőszerrel töltött fegyverrel, és volt olyan is, aki már profi lövőnek számít. Jó szokott lenni a hangulat, nagyon is. Tehát mindig nagyon-nagyon jó emlékekkel mennek el a vendégeink, legalábbis a visszajelzések ezek. Van ilyen is, olyan is, van profi lövő közöttünk, vannak a rendőrségről is, tényleg nagyon-nagyon profi fegyverhasználók, illetve vannak teljesen szűzkezűek. Ennek ellenére aztán szoktak meglepetés eredmények születni, mert van olyan, akinek a szűzkeze úgy elsül, hogy aztán csodálatos eredményt érnek el, és úgy megszerette mondjuk magát a lövészetet, hogy aztán beiratkozott egy klubba. Nagyon jól érzem magam, egyrészt mert rengeteg ismerős van, másrészt meg olyan dolgot csinálok, amit eddig csak tévében láttam esetleg, hiszen színpadon maximum vaktölténnyel lövünk, vagy a filmekben. Úgyhogy nekem kifejezetten egy nagyon nagy élmény, hogy éles lőszerre, és hát én úgy látom, hogy igazából nem is sikerült. Rosszul az első három lövésem az nagyon jó volt, aztán elbíztam magam, és a másik kettő az már nem volt annyira jó, de nagyon. Nagyon nagy, tehát sikerélményt is okoz, nem csak egy jó érzés az, hogy valódi éles fegyverrel lövünk. Kíváncsi voltam, megmondom őszintén, erre a magyarosi lőtérre itt Ravasz térségében, csodálatos hely, kitűnő a hangulat. Hát a lövésemről annyit tudok mondani, hogy javuló tendenciát mutat, ugye 5 lövés volt itt az imént egy kézi fegyverrel. Hát az első 3 az nem volt még valami csodálatos, de a második 2, tehát az 5-ből a második 2 már egész jó, úgyhogy javuló tendenciát mutat. Bízom benne, hogy a következő állomásokon még jobb lesz. Tehát azt hiszem, hogy talán a legfontosabb itt a közösség együttléte és a hangulat, az pedig kiváló az én eredményemtől függetlenül. Ez egy nagyon izgalmas dolog, évek óta kijárok erre a nagyon kellemes kis találkozóra. Tényleg ez az első lövés volt, hát remélem sikerült, mert mindjárt sikerült 36 pontot szereznem, pedig egy évvel csak egyszer lövök pont mindig itt a patentnál. A Security Patent idén már 8. alkalommal tartott lövésznapot ügyfeleinek és a győri közélet szereplőinek. Szombattól elővételben akciósan vásárolhatóak meg a jegyek a Női Kézilabda Bajnokok Ligája 2018-as budapesti 4-es döntőjére. A Magyar Szövetség tájékoztatása alapján az érdeklődők szombat estétől 2 héten keresztül, illetve amíg a készlet tart, az idei Final Four árain válthatják meg jegyeiket. A Női Kézilabda BL 4-es döntőjét május 12-én és 13-án rendezik majd a Papp László Budapest Sportarénában. A sorozat címvédője a Győri Audieto KC, amely a májusi döntőben hosszabbítás után 31-30-ra legyőzte a macedón Vardar Skopjét. Sukoron rendezték meg az első válogató versenyt a 15-16 éves kajakosok és kenusok számára, akik a jövő októberi Buenos Aires-i ifjúsági olimpián versenyezhetnek. Ez alapján szakáganként Dónusz Éva utánpótlás szövetségi kapitány a legjobb 6 versenyzőt jelölte ki, akik központilag megkezdhetik a felkészülést a jövő áprilisi barcelonai európai kvalifikációs versenyre. A 2018-as Buenos Aires-i ifjúsági olimpia kajakkenu versenyeire jövő tavasszal Barcelonában lehet majd kvalifikálni. Az ide vezető út első lépését rendezték meg Sukoron, ahol egy úgynevezett 8-as pályán kellett teljesíteni az 500 méteres távot. Az ifjúsági olimpián ugyanis a kajakosok, illetve a kenusok nem a klasszikus módon mennek, hanem párokban versenyeznek egymással, és egy S-vonalat leírva 2 hosszabb kanyar után érhetnek célba. A verseny kétségkívül így is izgalmas, hiszen a győztes mindig tovább jut a következő körbe. A velencei tó szakáganként a legjobb 16-20 versenyző kapott meghívást, akik elsőként időfutamon teljesíthettek, közülük 8-a jutottak be a délutáni döntőkbe. A fináléban aztán 4 pár versenyzett egymás ellen, közülük a győztes automatikusan bekerült a keretbe, de Dónusz Éva utánpótlás szövetségi kapitány a vesztesek közül is a 2 legjobb időt elérő versenyzőnek lehetőséget biztosít, hogy tartalékként részt vegyenek a felkészülésben. Hogy szakáganként 1 vagy 2 versenyző indulhat Barcelonában, azt a Nemzetközi Szövetség még nem döntött el,
Az viszont szinte biztosnak tűnik, hogy az, akit megszerzi az indulás jogát, az utazhat majd októberben Argentínába. A téli időszakban az alapozó munka mellett speciális szalalom felkészülést is végeznek majd a fiatalok, hiszen minden kajakos és kenus egyszerre két számban indulhat, viszont egy országot a két számban összesen csak egy versenyző képviselhet, azaz sokkal inkább előtérbe kerülhet az ügyesség a gyorsaság mellett. A mostani kiválasztásnál a 15-16 éves versenyzők indulhattak, vagyis mindazok, akik korábban a győri európai ifjúsági olimpiára is válogatózhattak. Akik kijutottak az olimpiai reménységek versenyére, az idei magyar bajnokságon kajak egyesben 500 vagy 1000 méteren ott voltak a legjobb négy között, illetve párosban az első, a második, esetenként a harmadik helyen végeztek. Ők mutathatták meg ezúttal a tudásukat. Miután a két kanyar között van egy hosszabb egyenes, de ez sem sokkal hosszabb, mint 200 méter, várható volt, hogy a sprinterek lesznek majd előnyben. A női kajakosoknál például az EIOF-on megismert Rendesi Eszter több mint 3 másodpercet vert a mezőnyre. Persze, hogy milyen veszélyes ellenfélű, azt már fekete-sárga csíkos hajója is jelezte. A férfi kajakosoknál Kis Ádám, a női kenusoknál Göncör Laura emelkedett ki a mezőnyből, a férfi kenuban viszont teljesen kiegyenlített volt minden. Hárman is szinte azonos idővel teljesítettek, Pálos Levente, Kuska Bence, illetve a legjobb időt elérő Győri Pála Balázs. A Graboplasz Győr kenusa mellett bekerült a keretbe tartalékként a kajakos Kurdi Csongor is. Katona Mártonnak, Halász Dávidnak és Rumi Gergőnek viszont ezúttal nem sikerült a legjobb hat közé jutni, így ők ebbe a keretbe nem kerültek be. A legjobb 26 európai fesztivál közé került a győri 5 templom fesztivál, Győr egyetlen magyarként került fel a listára. A háztartások pénzügyi helyzetére kíváncsi a KSH. Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében mintegy 25 településen lehet számítani a kérdezőbiztosokra. Megtartották az első válogató versenyt a fiatal kajakkenusoknak. Ez volt az első lépés a jövő évi argentin ifjúsági olimpia irányába. Természetesen ma este sem maradunk programajánló nélkül. Tömördi Szabina már itt is van a stúdióban a legjobbakkal. Szia Szabina! Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Művészeti rajzkör nyugdíjasoknak Győrben a foglalkozások során a résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül megismerkedhetnek a vázlatkészítés rajz különféle lehetőségeivel, a különböző grafikai és festészeti technikákkal és az ezekhez köthető anyagokkal, valamint eszközökkel is. A foglalkozás délután 14:30 és 4 óra között várja a kreatív nyugdíjasokat a Magyar Ispitában. Aztán színházba is lehet majd menni csütörtökön Győrben, ezúttal a Padlás című előadást láthatják az érdeklődők este 7 órától a Győri Nemzeti Színházban. Lackfi János Moson-Magyaróváron az alkotó délután 14:30-tól a 3.-4. osztályos diákokat szólítja meg verseivel, 5 órától pedig a felnőtt érdeklődőket keveri szóviharba a Huszárgál Városi Könyvtárban. Adásunkat az időjárás jelentéssel folytatjuk. Csapadékmentes, azonban szeles lesz a csütörtök az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Csütörtökön a nap elején még nem erősödik meg a légmozgás, hajnalban 14, reggel pedig 16 fokra számíthatunk a prognózisok alapján. Csütörtök délutánra támad fel a szél, ebben az időben 17-19 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A csütörtök este is szeles lesz, a nap végén 11-15 fokot mutatnak majd a hőmérők az előrejelzések alapján. Vasárnap érkezik majd meg a csapadék, addig pedig napos lesz az idő északnyugaton, mondják a meteorológusok. Pénteken reggel és este a szeles időben, 10 nap közben pedig 16 fok várható. A szombat is hasonlóan alakul, napos, de szeles időben lehet részünk. A nap elején és végén 7 nappal pedig 15 fokot mérhetünk majd. Vasárnapra érkezik eső a térségbe, a szél is marad, reggel és este 9, nappal pedig 14 fokra számíthatunk. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták október 4-én szerdán. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órától várjuk Önöket ide a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra!